Megvallom, gondban voltam. Mit emeljek ki, Kisferivel való barátságunk hosszú-hosszú korszakában. Aztán segített a megadott időkeret. Egy-két percben alig ha lehetne többet megidézni, mint egy-egy elfutó pillanatot. Olyasmit, amiben benne van valami az ünnepeltből, meg a nemzedékből is. Az egyik csak egy gondolatféle megpendítése lenne. Forrása persze ő. 1984. novemberében Fölrepülni Rajban című esszékötetét így dedikálta nekem. Lajosom, nekivágni rajban jó dolog, de együtt maradni, ez a virtus. Eddig az idézet. Mint a tömör igazságok, meghökkentő ez is. És azóta csak a magunk nemzedékére gondolva, még inkább az. A fölrepülés gyönyörű volt, de a virtus, mintha most is elmaradt volna. Igazán megérne egy vagy akár több misét. Miért nem sikerült most sem? Miért hullott szét a raj? Miért nem lehetett? Miért nem tudtuk a nagyívű eszményeket valóra váltani? A népközösség hanyatló sorsának orvoslását legalább csak elkezdeni. És a történelem távlataira vetítve, miért nem tudtak hasonlóan fölrepülni, és miért nem tudtak az igazi virtusnak megfelelni az előző két évszázad nagyobbnál nagyobb nemzedékei? Mi a közös, és mi a más a fölrepülésekben, meg a virtus hiányban? A puszta végzet lenne az? Vagy a balsorsban a személyi, csoportos, vagy a környezeti, külső erőknek lett volna döntő szerepe? Vagy ez lenne a hírhedt magyaros virtus, és nem az, amit Feri barátunk annak mondott? Kérdőjeleknek vége. Kis Ferencet, az egyik ügybuzgó alapítót 1995-ben méltó módon és méltó helyen a Magyarok Házában Bethlen díjjal jutalmazta az alapítvány kuratóriuma. Boldogabbnak ritkán láttam, mint akkor, ahogy botjával ide-oda bicegett, és mozgatható bal kezével fogadta a jó kívánságokat. Az önérzetes kisnemesek, jobbágy ősök leszármazottjának arcán azon az estén különleges, áttetsző fény ragyogott. Vagy csak én láttam így? De oda láttam mögéje, föléje mást is. És ez bizonyosan így volt. Megjelent előttem a fejkendős, de nagyasszonyi méltósággal járó kelő édesanyja. A rátarti, büszke, szikár arcú és szigorú tekintetű Homoki Ida. Rendtartó ősei családjafán talán az utolsó ilyen ág. És képzeletemben akkor látni véltem, hogy az édesanyja kemény vonásai, mintha ellágyultak volna. Hiszen az égi mezők magasából alátekintve megrokkant, de most mégis elégedetten baktatgató, ünnepelt fiát nézhette. Csak nézte, nézte onnan föntről, a váltakozó uralmi főségekben, de csak azokban gazdag tájakra, a Kárpátokra,
ráboruló tejút végtelen távolából. Rátekintett a hadok útja környékére, ahol a hágókon és sík mezőkön a honfoglaló Árpád, a honmentő Rákóczi és a honvesztő Bitangok, meg a betolakodók és a hódítók hada vonult. Tudjuk, több változat után állt össze az alapítvány tevő okirat szövege, ami érthetően őriz egyetmást Kis Ferenc és részint a nemzedék gondolkodásából is. Azok kapják a Bethlen díjat, és most idézem, akik a magyarság felhalmozott értékeit tudatosítják, hitelesen értelmezik, őrzik és gyarapítják. Idézet bezárva. Mást sem tett élete során az irodalom, a szépség és a közboldogulás ügyének szerelmese, mint az értékeket tudatosította, értelmezte, őrizte és gyarapította. S a tehetség, hűség és szívosság jegyében verekedett, pörölt, akikkel perelni kellett, s védelmezte hittel, akiket védelmezni kellett. Nagy szükség lenne rá ma is.